Kedves nézőink, folytatjuk műsorunkat. Hát a temetők helyzetével hagytuk abba, nem mondhatom azt, hogy fejeztük be, ugyanis van még hozzászólás ez ügyben, dr. Szent Gabriella. Köszönöm szépen. Alapvetően ugye itt, amit képviselőtársam mondott, ezt két felé kéne szedni, mert hogy teljesen más maga a temetkezési szolgáltatás és más a temetők karbantartása. Nyilván mind a kettőt ugyanaz a cég végzi ugye az új szerződés alapján, és bármennyire is szeretem a mátrafürediéket, meg bármennyire is elismerem, hogy ők egy önálló településrész, azért egy dologra felhívnám mindenki figyelmét, hogy Gyöngyösen egy darab köztemető van, 5 darab telephelyjel. Tehát hiába, hogy ez Mátrafüreden van, ugyanúgy a gyöngyösi temető egység részét képezi, mint bármely más temető a városban. Ilyen szempontból nem tudom értelmezni azt, hogy ott lehessen bárkivel temettetni. Már csak azért sem, hiszen ugye a törvény azt a lehetőséget adja, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő temetőkben önkormányzati tulajdonú cégek végezhessék a temetkezési szolgáltatást, és ezzel, hogy mi ezt a saját cégünk számára biztosítjuk ezt a lehetőséget, egyrészt a lakosságnak egy piaci árnál kedvezőbb áru szolgáltatást kívánunk nyújtani, magyarul aki temettet, annak olcsóbb lesz, mintha besétálna A vagy B céghez és temetkezést igényelne. Másrészt pedig nem magán cégekhez folyik be ez a bevétel, hanem közvetlenül a város cégéhez, amiből nyilván a karbantartásra és felújításra is több összeget tud majd visszaforgatni. Amiben egyetértek az az, hogy a temetőink igen silány állapotúak. Sajnos minden temetőben megfigyelhető, hogy nincsenek betonozott, aszfaltozott utak, nincsen normális illemhely, a fák karbantartása kivennivalót hagy maga után, az úgymond védett sírok gondozatlanak. Rengeteg olyan probléma van, amit orvosolni kell. Viszont eddig sem a cég munkaerő létszáma, sem pedig az erre biztosított forrás nem tette azt lehetővé, hogy nagy léptékben fejlesszék ezeket a temetőket. Én abban bízom, hogyha most a temetkezési szolgáltatás révén ők plusz bevételhez jutnak, akkor ezt teljes mértékben vissza tudják erre forgatni, és nyilván a testület arra nagyobb hangsúlyt fog fektetni, hogy ezt arra is fordítsák, ahonnan ezt az összeget ugye ők bevételként elkönyvelhetik, vagyis a temetőkre. A legutóbbi testületi ülésen volt egy mondatom, ami nagyon morbidnak tűnhet, de szerintem, ha mindenki egy kicsit magába néz, akkor igaz, hogy olyan temetőket kell nekünk a városnak fenntartani, amiben mi magunk is békésen tudnánk nyugodni, majd akkor, amikor eljön erre az idő. Hiszen ha ilyen temetőket tartunk fent, ami a mi igényeinknek és elvárásainknak megfelel, akkor azt gondolom, hogy bátran mondhatjuk bármely gyöngyösi lakosnak, hogy temetkezhet a mi temetőinkben, hiszen úgymond biztonságban tudhatja a szerettét az utolsó útján, illetve az azt követő időszakban is. Ugye ez a temetői rendeletmódosítás, itt nyilván lesznek csörték, hiszen frakciónk nem ért azzal egyet, hogy Mátrafüred ilyen szinten kiválhasson egy már meglévő és létrehozott egységből, hiszen ők is Gyöngyösváros részét képezik, mint Mátrafüred település rész, és így a temető is. Ugyanakkor sok mindenben, ami a hiányosságukat érinti, abban egyetértünk, és ezeknek a változtatásán ugye nyilván szerintem egységes szavazattal mindenféle módosító javaslat át fog menni a testületi szavazáson. Hát itt korábban én emlékszem arra, hogy szó volt arról, hogy talán mégsem szerencsés a VG ZRT-hez vinni az egész temető üzletágat, mert hogy talán, ha piaci alapon működik, talán a személy Faragó Tamás mondta egy hasonló műsorban, hogy a színvonal esetleg magasabb. Most kis Tivadar, hogyan látja, hogy már eltelt, ez a második év, ugye, hogy a VG ZRT a temetőket gondozza a szerződés alapján? Karbantartja. Hogy az eltelt időszak alapján a jövőben is rá lehet bízni a VG ZRT-re a gyöngyösi temetőt? Telephelyekkel? Én úgy gondolom, hogy igen, de nagyon fontos a visszacsatolás. Nagyon fontos az, hogy kapjunk visszajelzéseket azoktól, akik igénybe veszik a szolgáltatást, igénybe veszik a temetők, tehát járnak a temetőinkbe, és kapjunk jelzéseket, hogyha probléma van. Most ugye megalkottuk a rendeletet, ebben kizárólagosság van, most nyílik lehetőség arra, hogy a szolgáltatói szerződést is hozzáigazítsuk a rendelethez. De nagyon fontos lenne az, hogy teljes körűen és jó szigorúan határozzuk meg a feladatkörét a VG ZRT-nek, hogy mit, hogyan kell ellátnia.
azt sem tudjuk, és nem vagyok benne biztos, hogy képviselőtársaink tudják, hogy hány fővel látja most ezt a feladatot el a VGZRT. Azt tudjuk, hogy összességében mennyi pénzt kap erre a feladatra, de hogy ez hogyan hasznosul, milyen feladatokat tud megoldani belőle, vagy hogy ütemezi a feladatokat, mert biztos vagyok benne, hogy ütemezni kell, akár kerítés, vagy aszfaltozás, vagy egyéb szempontjából. És tényleg az volt a cél, hogy minél olcsóbb szolgáltatás, minél magasabb színvonalon, és az a minimális profit, ami mindig létezik a rendszerbe, az kerüljön vissza a temetők fenntartására. Hogy magas színvonalú temetőink legyenek, és pont ez volt a cél már a fogadóépület létrehozása szempontjából is, hogy abban is, abban a fogadóépületben is magas színvonalú szolgáltatás minden eddigi ígéretével az önkormányzatnak, gondolok itt illemhelyekre, stb. Tehát ezzel tartozunk a városban élőknek, hogy tényleg fejlesszük úgy a temetőket, hogy oda érd. Hát nem szívesen jár az ember, de a hozzátartozójához persze, hogy megy, és úgy menjen, hogy ne szomorodjon el, hogy milyen környezetet talál. De mondom, tehát a sírokat is, a híres embereink sírját, a temető részeket kellőképpen karba kell tartani, de ezt ütemezni kell. Biztos vagyok benne, hogy annyi pénzünk nincs így hirtelen egy évben, hogy mindent megcsináljunk. Hát ezt a napirendi pontot most már be kell fejeznünk, de azért még az utolsó szó jogán megadom a szót Faragó Tamásnak, mert látom, hogy szívügye a dolog. Igen, mindenféleképpen szívügyem, mert valahol a cég minőségét jelzi a karbantartás minősége. Az a probléma, hogy mivel most ki lesz véve ez a vállalkozó kezéből, ha például csak egy esettanulmány, azt mondja a vállalkozó az összes emberének, hogy még 4 hónapig finanszírozom nektek, nem kell semmit csinálnatok, de nem mentek el sehova dolgozni. Ebben az esetben nem lesz munkaerő, aki vállalja a temetést. Nagyon fontos, hogy eddig volt 3-4 olyan cég, aki temetett. Most már csak egy lesz. Hogy oldja azt majd meg, hogy mondjuk a 5 temetőből 3-ban legyen egy időpontban temetés? Majd időpontokra kell folyamatosan várni, hogy mikor van időpontja a VGZRT-nek? Mert sajnos aki vállalkozó, az tudja, hogy a munkaerőpiacon nem olyan könnyű embert találni. Főleg nem 90-100 ezer forintos fizetésért. És azért ezt nagyon át kell gondolni, mert ez vissza fog ám hullni az önkormányzatra, nehogy azt higgye valaki, hogy csak megszavaztuk és onnantól. Nincs, ez vissza fog hullani az önkormányzatra. És nem szeretném azt, hogyha majd abban az időben, hogy mindenki, hú, ez nem volt jó. Igen, én voltam az egyedüli, aki nem ellenezte ezt az egészet. Ma remélem, hogy mondtam is mindenkinek, aki hozzám fordult, panaszol, hogy a többi képviselőhöz lehet fordulni. Orvosolni kell ezeket a problémákat. Ne vegyük el az ágazatvezetőnek a feladatát, te azért kapja a fizetés, hogy ezt találja ki, hogy ez hogy működjön, és jól fog működni, biztos vagyok benne. Folytassuk egy olyan napirendi ponttal, amely a demokráciát, a demokrácia minőségét érinti, helyi népszavazás kezdeményezéséről új önkormányzati rendeletet alkot a képviselőtestület. Miért szükséges az új rendelet, Kis Tivadar? Nagy lehetőségeink nincsenek, mert ugye a központi jogszabály, tehát a népszavazási törvény határozza meg mindent, tehát igazából csak egy minimális dolgokat tudunk beemelni ebbe a rendeletbe, néhány soros csak egyébként, nem is olyan nagy rendeletről van szó, tehát itt a százalékok meghatározása, hogy egyrészt, hogy teljes településről beszélünk, és hogy minimum 10, maximum 25%-nak kell meglenni ahhoz, hogy népszavazás kiírásra kerüljön, és az önkormányzat a helyi népszavazás kiírásának a feladat az önkormányzatra hárul. Erről fog szólni a rendeletben. Igen, ez egy nagyon fontos változás új elemként, hogy település részen most már nem lehet önkormányzat, tehát helyi népszavazást tartani, hogyha csak egy település részen kezdeményeznek, mondjuk Mátrafüreden, akkor is a közigazgatási egységben, tehát Gyöngyös városában mindenki szavazati joggal rendelkezik. Ez önök szerint jó vagy rossz? Ez a központi módosítás. Én azt gondolom, hogy mivel helyi ugye népszavazásokról beszélünk, ezért fontos az egységesítés, hiszen mi számít települése résznek. Mert hogy ez ebből a szempontból lehet ugye Mátrafüred, ami nyilván valamennyire elkülönül. De mondhatjuk azt is, hogy például a 80-as, az is egy település rész. Na most ki az, aki megállapítja egy adott városban, hogy mik a települése részek? Ott hány ember lakik? Mi alapján határoljuk el? Mi számít csak település részi problémának? Hiszen én azt gondolom, hogy egy adott településen
hiába tudunk elkülöníteni viszonylag jó a település részeket, az adott település résznek a problémája és döntése kihat az egész városra. Tehát annó, ha jól emlékszem, Mátrafürednek elválási kezdeményezése volt Gyöngyösvárostól. Hogy ez egy külön, 10 évvel ezelőtt. Igen, tehát külön közigazgatási, tehát külön településként kívánt működni. Na most nyilván ez kihatással van Gyöngyösvárosára is, nem csak területileg, hanem azért gazdaságilag és minden más szempontból, hiszen mi azért szimbiózisban működünk. Ugyanígy az összes többi település részről is ez a véleményem, hogy nem lehet olyan kérdés, ami a város egészére ne hatna ki, hogyha egy adott település rész szavaz róla. Én azt gondolom, hogy egyébként a jogalkotó nagyon helyesen város egységét, település egységet határozott meg, hiszen hogyha egy adott téma olyannyira fontos, akkor ahhoz a megfelelő számú aláírás, én azt gondolom, hogy az egész város szempontjából 10-25% között határozhatjuk majd meg holnap. Ennyit össze kell tudni gyűjteni, hiszen ha nem ennyire fontos az adott kérdés, akkor nincs is értelme ennek a kezdeményezésnek, hiszen később a szavazás során sem fog viszonylag sok embert megmozgatni. Ezzel a kérdéssel folytattam volna, hogy az össztelepülés jogosultsága és kötelezettsége, az magával vonja azt, hogy akár 10, akár 25% itt több ezer kezdeményezőnek kell lenni. Nem tudom pontosan Gyöngyös szavazó jogosultjainak számát, 20-valahány 24, ezer, 24. De hát akkor 3-5 ezer főre tehető, akiknek kezdeményezni kell. Ezt nem tartják soknak azért? Több ezer embert? Azért nem, mert nagyon jól láthattuk nemrégiben, ugye a sportcsarnok névadása tekintetében volt egy ilyen lakossági kezdeményezés, amikor egy magánszemély egy sportolóról kívánta volna elnevezni ezt a csarnokot, majd 2000 aláírást összetudott gyűjteni, teljesen magánszemélyként egyedül kezdeményezve ezt az egész történetet. Én azt gondolom, hogyha egy sportcsarnok névadójára egyébként egy magánszemély teljesen önerőből mindenféle támogatás, mindenféle csoport nélkül képes volt majd 2000 aláírást összegyűjteni, akkor, hogyha valóban fontos kérdésről van szó, ami mellé társadalmi csoportok is, civil szervezetek, szakszervezetek, bárki mellé áll, azt gondolom, hogy ennyi aláírást össze lehet gyűjteni, és össze is kell nyilván, hiszen ez az előírás. Ez a rendelet meg fogja határozni, hogy mely kérdésekben lehet és mely kérdésekben nem lehet helyi népszavazást kezdeményezni? Az már alapul benne van a rendeletben. Törvényben. Tehát a törvényben. Ugye, amit lehet, ugye a leválással kapcsolatos például az egyik ilyen, a képviselőtestületnek az átalakítása, ami bennem azt pedig a költségvetést, tehát ilyen részén nem tudnak, adónemekhez nem tudnak népszavazást kezdeményezni, tehát ez mind marad a önkormányzatnak a hatáskörében, tehát ezekhez nem tudnak kezdeményezni népszavazást. Javaslom, hogy beszéljünk a helyesi egyenlőségi programról. Itt egy felülvizsgálatról van szó. Ez egy rutin felülvizsgálat, vagy ebben lesznek majd olyan javaslatok, amik esetleg ezt az esélyegyenlőségi programot módosítják? Lesznek majd ilyen javaslatok? Lesznek, és nagyon jó, hogy én szólhattam először, mert egy picit nekem ez a szívügyem, a szociális területű anyagok, hiszen alapvetően én okleveles szociálpolitikusként végeztem annó, és dolgoztam is benne egy jó ideig. Az esélyegyenlőségi terv, tulajdonképpen nevezzük így, pályázatokhoz szükséges kötelező elem. Ezt minden olyan településnek, aki pályázatokon szeretne indulni, el kellett készítetnie. A rendes felülvizsgálat egyébként 2015-ben történt meg, 2 évente kötelező felülvizsgálni. 2017-ben lett volna normál felülvizsgálata, azonban mivel 2016-ban olyan jelentős pályázatokon szeretne indulni az önkormányzat, amihez szükséges volt egy nagyobb léptékű felülvizsgálat, ezért úgy döntött a hivatal erre szakosodott igazgatósága, ez szerintem egyébként nagyon helyesen, hogy nem csak bele-bele javítgat ebbe az anyagba, hanem 2016-ban is soron kívül elvégezték a teljes felülvizsgálatot.
Az anyagról tudni kell, hogy ez egy elég terjedelmes és nagyon-nagyon sok rétű anyag, ami kiemelten a romák, a nők, a gyermekek, az időskorúak és a fogyatékkal élők esélyegyenlőségi kérdéseivel foglalkozik. Rettentő nehéz összerakni egy ilyen anyagot, hiszen azért helyi szinten nem állnak rendelkezésre olyan statisztikák, felmérések, amelyek alapján ezt csak így sícsúgy össze lehetne rakni. Rengeteg helyről kell adatszolgáltatást kérni egy ilyen anyag elkészültéhez, és nagyon-nagyon nehéz megfelelő konklúziókat levonni belőle. Én azt gondolom, hogy egyébként a hivatal és a társult szervezetek, akiktől adatszolgáltatást kértek, remekül helytáltak, ugyanakkor vannak olyan pontok, amik azért a szakavatottan szemeket is megdöbbentik. Ilyen például, hogy egy régi anyagból átemelésre került, annó még 2013-ban, amikor ezt az anyagot készítették, hogy három szegregátum található Gyöngyös városában. Az egyik az északnyugati városrész, közismert nevén a Duránda, a másik pedig lent a déli városrészen, a közismert nevén harmadosztály. Ugye Gyöngyösváros lakossága általában ezt a két szegregátumot tudja meghatározni, az anyag tartalmaz egy harmadikat is, ami számomra például szakmailag is döbbenetes, ez a belváros. Hiszen bizonyos statisztikákból az volt kiolvasható, hogy itt nagy számban találhatók önkormányzati bérlakások, ahol alacsony jövedelmű személyek élnek, és éppen ezért például a gyermekek szempontjából is nagyobb hangsúlyt kell helyezni az itt élőknek az esélyegyenlőségére. Ezért a belváros szegregátumként szerepel az anyagban. Ez szakmailag jó vagy rossz? Rossz. Rossz, nem is kicsit, hiszen azért tudjuk, hogy a belváros nagyon nem szegregátum. Tehát aki Gyöngyösön él és minden nap itt sétál, mozog, létezik, az azért nyilván el tudja határolni mondjuk a Durándát és annak problémáit, vagy a harmadosztályt és annak problémáit a belvárostól. Szerintem összesen hasonlítható a kettő. Felvetettem egyébként a módosító indítványomban a kérdést, de kaptam is rá megfelelő választ, hogy miért szerepel ez így az anyagban. A válasz az, hogy törölni nem lehet a korábbi esélyegyenlőségi programunkból, csak módosítani azt az anyag további részeiben. Tehát ez a megállapítás benne maradt, most nem módosították, hiszen nem állt rendelkezésre elegendő új adat, de én ragaszkodom hozzá, hogy a jövő évben ezt teljesen vizsgáljuk fölül, hiszen hogyha a belvárost szegregátumként tartják nyilván, akkor mondjuk ugyanilyen szempontból az Otthonház 1-2 és környéke a Toronyház mellett, ahol a két legnagyobb bérlakástömbünk található ezzel az erővel, akkor az is szegregátum, és nyilván mivel az pályázati feltételeknek is megfelel. Tehát ez azért nagyon összetett, hogy mit és hogyan lehet annak nyilvánítani. Ezt egyébként jogszabályok írják elő. Én ezért is lepődtem meg, hogy benne van. Azon is meglepődtem, hogy szerepelt olyan mondat az anyagban, hogy a nők elmagányosodásának megakadályozása érdekében. Ugye folyamatosan felújítjuk a parkjainkat, köztereinket, és virágoztás is van. Nyilván, aki ezt az anyagot készítette, eléggé túlterhelt volt, és az volt ezzel a szándéka, hogy azért, hogy a társadalmi kapcsolatokat megtartsák a nők. Ezért történnek ezek a fejlesztések, illetve a közösségi munka erősítése miatt van virágoztás. Hát ez kicsit furcsán hangzik a mostani anyagban. Nyilván erre szó szerinti módosító javaslatom is volt, amit befogadott az anyag készítője, előterjesztője. Azt gondolom, hogy Gyöngyös nagyon jól áll. Tehát nagyon sok olyan intézkedésünk volt, ami az esélyegyenlőséget elősegíti. Kezdve itt a járdáknak az akadálymentesítésétől, a hivatal akadálymentesítése, az ingyenes rota oltás csecsemők számára, a HPV 14 éves korú fiúkra való kiterjesztése is, hiszen a törvény ugye a lányoknak biztosítja ingyenesen. Nagyon-nagyon sok olyan intézkedésünk volt, a szociális ellátórendszerünk, amik abba az irányba mutatnak, hogy a város tényleg arra törekszik, hogy az alaptörvényben is garantált esélyegyenlőséget minden téren biztosítsa. Nagyon ritka az, hogy egy városban a prevenció területén is egyébként ilyen nagy léptékű fejlesztések történtek, mint Gyöngyösön, hiszen például a rotaoltást nagyon-nagyon kevés magyarországi településen biztosítják a csecsemők számára. Úgyhogy nehéz anyag, hosszú anyag,
de azt gondolom, hogy érdemes elolvasni, érdemes vele dolgozni, és a jövő évi teljes felülvizsgálatkor én mindenképp szeretnék ennek a részese lenni, amikor ez az új anyag kialakul, hiszen az idei évben is még több olyan dolog történik, ami érdemes arra, hogy ebbe az anyagba beépítésre kerüljön. Meg kell kérdeznem nyilván laikusként, hogy a közelmúlt tragikus esemény, ez a bizonyos gyermekhalál a kislánynak a kiéheztetése, éhenhalása, érinti valamilyen szinten ezt az esélyegyenlőségi programot? Nem tudom, hogy a fiúk szeretnének-e válaszolni. Én gondolom, hogy érinti, mert az anya foglalkozik a kistérségi humánszolgáltató központ tevékenységével, és a gyermekvédelem, a gyermekek ellátása, ez egy fő tevékenysége ennek a szolgáltató központnak, és itt történt ez a probléma. Még úgy tudom, hogy kivizsgálás alatt van, és nem tudom, hogy megszületette már minden vizsgálati anyag, de... És tényleg most a pályázatok szempontjából jött be ez a felülvizsgálat, de én úgy gondolom, hogy azért kellőképpen le kéne vonnunk a tanulságokat, és azt a tevékenységet, azt a működést felülvizsgálni, hogy itt a gyermekvédelmi szolgálat, a gyermekvédelem milyen színvonalú ebben a városban. Tehát mindenképpen ezért tennünk kell. Ha ehhez nincs hozzászólás, akkor... Én nem lennék ennyire pozitív. Sajnos, hogyha itt a szegregátumokról esett szó, hogy itt is vannak esélyegyenlőségi programok, és nagyon fontos lenne, hogy ezekkel az esélyegyenlőségi programokkal élni kell, és nem visszaélni. Sajnos a múlt évben aktívan a munkáért programban 22 ezer fő vett részt, közel 12 milliárdot költöttek erre a programra. És igazán nincs arról adat, hogy milyen sikerességgel. Tehát én is azt kérdezem mindig Gyöngyös városban is, hogy milyen sikerrel tudtuk esetleg integrálni a munkaerőpiacra azokat az embereket, akik eddig nem voltak benne, és nem nagyon szoktam rá pozitív választ kapni. Általában a válaszokban az szerepel, hogy borzasztó nagy fluktuáció, tehát jönnek, mennek. Azt gondolom, hogy az oktatás megerősítésével, a folyamatos odafigyeléssel azzal lehetne segíteni azokon az embereken, akiknek az esélyei esetlegesen kisebbek, mint másoknak. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy erre nagyon nagy erőt kell majd a következő időszakban biztosítani. Hála Istennek tényleg, ahogy képviselőtársam elmondta, Gyöngyösvárosi önkormányzat azért odafigyel, és nagyon sok olyan döntést hozott, ami pozitívan érintette ezt a népcsoportot. Egyébként a gyermekhalál esetére visszatérve, én azt gondolom, hogy magát az esélyegyenlőségi tervet azért nem érinti az eset, mert magához a gyermekjóléti szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlő esélyekkel biztosított mindenki számára. Nyilván vannak olyan esetek, amikor valami miatt kikerül ebből a szociális hálóból egy-egy ügyfél, mi nevezzük a klienseket tulajdonképpen. Itt egy ilyen eset történt, ez nem azért van, mert Gyöngyösvárosa nem biztosította volna számára a megfelelő ellátást, hanem azért van, mert egyesek, kettesek, hármasok, ezt majd a vizsgálat megmutatja, szakmailag iszonyatosan nagyot hibáztak. Tehát maga az esélyegyenlőségi terv egyébként jó és elfogadható, az pedig, hogy konkrétan nyilván a cégen belüli fegyelmi kiosztása megtörtént, és a felelősségre vonás, de azt, hogy esetleg Gyöngyösváros önkormányzata konceptuálisan szeretne változtatni magán az ellátó rendszerén, annak felépítésén, működésén, hatékonyságán, az későbbi felelősségre vonás, áttanulmányozás és döntést igényel, de ez nincs szoros összefüggésben magával ezzel az anyaggal, amiről most tárgyalunk. Ez majd a későbbiek során. És igenis, én azt gondolom, bár ebben nem értünk egyet mindig polgármester úrral, hogy át kell nézni, és meg kell azokat a döntéseket hozni, még akkor is, ha fájnak, amikor beismerjük, hogy valami nem egészen működött jól. Hát az utolsó egy-két percben most már vitára a lehetőség nem lesz, viszont tájékoztatásra igen. Hát lesznek itt nemzetközi kapcsolatfelvételek. Akkor tájékoztassuk a nézőket, hogy Gyöngyösnek hogyan bővül a nemzetközi kapcsolatrendszere. Igen, hát történtek kapcsolatfelvételek, tehát delegációk voltak Macedóniában, Törökországban és Ukrajnában, és ugye aláírásra is kerültek ilyen előzetes megállapodások, csak így mondom, megállapodások, és ez most a testület elé fog jönni, hogy ez a beszámoló, hogy,
hogy mi is történt itt valójában. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen fontos a nemzetközi kapcsolatok a városnak, de én szívesen látnám, ha nem politikusok tartanák fenn ezeket a kapcsolatokat, hanem gazdasági szakemberek, és úgy megindulna egy pozitív mozgás ebben a kérdésben, mert valahogy a régi város kapcsolataink elsikkadtak. Nem is értem, hogy miért, bár szerintem talán azért, mert csak erre korlátozottak, hogy kiment egy delegáció, jött egy delegáció. Tehát nem tudtuk bővíteni a kapcsolatok szegmenseit. Hát ugye itt van egy macedón, egy török, és mi a harmadik? És egy ukrán. Igen, az egy más dimenzió, mert ott egy munkács, az egy járás, tehát itt inkább nem konkrétan városra, hanem a járással tudnánk összefüggésbe hozni ezt a megállapodást. Mindhármat gyümölcsözőnek képzelik el? Most még nem lehet tudni. A kapcsolatok elején minden pozitív, tehát akár még jól is kijöhetünk ezekből, de pont ezért mondom, hogy én inkább lefordítanám gazdaságira, és az talán egy hosszabb távú. Az ukrajnai, az gondolom kárpátaljai lett, vagy nem? Vagy egy belső megye? Igen. Tehát az mindenképpen a magyar-magyar kapcsolatot. Igen, azt is erősíti. Erősíteni fogja. Hát ennyi fért a mai Döntés előtt című műsorba. Hát jövő, illetve holnap délelőtt 9 órakor lesz ez a bizonyos képviselőtestületi ülés. Nézőink figyelmét felhívom, hogy aki teheti, nézze, hiszen a Gyöngyösi Városi Televízió közvetíti majd a testületi ülést. Én megköszönöm dr. Szén Gabriellának, Baragó Tamásnak és Kis Tivadarnak, hogy eljött a stúdióba és tájékoztatták nézőinket. Jövő héten, kedden újra lesz Fórum című műsor. Tartsanak akkor is velünk. Viszontlátásra!